A Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ által fenntartott jelzőrendszer feladata, hogy még idejében kiszűrje a gyermek veszélyeztetettségét, valamint a családok krízis helyzetét. A rendszer előző évben adott tájékoztatásairól hétfő délelőtt a Városházán tartottak szakmai tanácskozást. Lengyelné Pogácsás Mária intézményvezető kiemelte, a hatékony működésnek és a prevenciós gyakorlatoknak köszönhetően 2019-ben kevesebb ügy jutott el hatósági szintre, az alapellátási szolgáltatások igénybevételére azonban megnövekedett az igény. A központ szolgáltatásait több mint 8000 személy vette igénybe, és az általunk nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma a nyíregyházi járásban 1407 fő. Ezek a jelzések zömmel a jelzőrendszer tagjaitól érkeznek, és az okok között legfőképpen családból érkező problémákat kereshetünk, nevelési problémák, a szülőknek a magatartása, a viselkedése, illetve még mindig toppon van az oktatási intézmények igazolatlan hiányzásai. Nyíregyháza alpolgármestere a tanácskozáson arról beszélt, az elmúlt évek során fokozatosan bővült az az intézményrendszer, amely a kiskorúak szociális problémáival foglalkozik. Jászai Menyhért úgy fogalmazott, a családok egybentartása össztársadalmi ügy, mindez pedig komplex feladatot kíván a megyeszékhelytől. Nagyon fontos szerepe van az önkormányzatnak és intézményeinek, de a társszerveknek is, köznevelési intézmények, az egészségügyi alapellátás, akár rendőrség, védőnői hálózat, tehát ez egy komplex feladat, hiszen ezek az intézmények, amelyek találkoznak a családdal, a gyermekkel, és hogy a nevében benne van, észlelik az, hogyha valahol veszély lép fel. Természetesen ez a jelzőrendszer nem önmagában csak létezik, hiszen a Család és Gyermekjóléti Központunk, amely járási szintű feladatokat lát el, egyrészt végezett családgondozás és egy gyermekjóléti feladatokat lát el. Őhozzájuk fut be az információ, nekik vannak ahhoz szakembereik, hogy adott esetben a család segítségére legyenek, akár a megelőzés, akár a kezelés területén. A tanácskozáson elhangzott, a mai tinédzsereknek ma már újfajta problémákkal kell szembesülniük, így például felhívták a figyelmet az internetes zaklatások veszélyeire. Szintén nagy hangsúlyt fektetnek az iskolai erőszak megakadályozására, ebben pedig a 2018 óta működő óvodai iskolai szociális szolgáltatás nyújt nagy segítséget.